Egy székely a székelyek leszármazottainál Kárpátalján. Ezt a címet is adhatnánk a következő történetnek, amelynek lényege, hogy a Nemzetpolitikai Államtitkárság kísérleti programja keretében egy háromszéki fiatalember segít összegyűjteni a kárpátaljai szórványnak számító Visken a magyar tárgyi és szellemi értékeket. Jó napot kívánok, kezi csókolom! Jó napot kívánok! Jó helyen járok! Gelei Botond 8 hónapja él és dolgozik Visken. A Técsői járási nagyközségben ma a lakosság fele magyar. Sok régi házban pótolhatatlan értékek lapulnak. Így ártó éknál például egy közel 100 éves bölcsőt rejt a padlás. Úgy látom, elég jó állapotban van. Édesanyám született 1920-ban, és az édesapja Lajos Bálint faragta neki. És azóta generációk nőttek fel az ő testvére, és azután 21-ben született a másik lány, és így generációról generációra ez járta a bölcső mindenkinek. A háromszéki fiatalember nem csak tárgyi értékeket, hanem régi mondákat, történeteket is igyekezett összegyűjteni. Hogy tetszelek lenni? A 91 éves Sanyi bácsi például megjárta a sztálini lágereket, a Málenki robotot és a donbasszi szénbányákat is. Visszaemlékezéseit digitális formában örökítette meg. Eleinte félt, hogy pocsant egy darabocska, jó szakadt ránk felé a bány. A kihaló félben lévő régi mesterségek művelőit is felkereste Botond. Dohányvágó. Ezek a tárgyak a legutóbbi gyűjtési nap eredményei. Azt tapasztaljuk, hogy franciaországi, németországi piacokon, zsivvárosoktól köszönnek vissza régiségek, magyar termékek, és a magyar állam úgy gondolja, hogy ez így nincsen jól, és megpróbálja ezt megszervezni magyarságházak, skanzenek, és mint Visken egy ilyen tájház köré ezeknek a gyűjtését, hogy ezek ne hányódjanak a világban mindenfele. Botond, akkor a tegnapi tárgyakat ide fogjuk elhelyezni, mert itt lesz a legjobb helyen, én úgy gondolom. A tárgyak rendszerezésében, bemutatásában Botondnak első perctől partnere a Viski székhelyű Kárpátaljai Népművészeti és Hagyományőrző Egyesület. Együtt alakítottuk ki ezt az egészet, ami itt található. Tehát ide, aki bejön, megismerkedhet Visk múltjával, történelmével, és egy átfogó képet kaphat a hagyományokról, a viseletekről, a szőtteseinkről. Mindezt a Viski tájházban lehet megnézni, ami a helyi Zöldfalusi Turizmus Szövetség tulajdonában van. Hozzánk nagyon sok vendég érkezik Kárpátaljáról, az anyaországból, sőt a különböző határon túli településekről, hála Istennek, és ezt be tudjuk mutatni a hozzánk látogató vendégek számára. És a külön öröm az, hogy a 7. alkalommal rendezzük meg a Kororavárosok találkozóját, június 24-25-én, ahol nagy szeretettel várunk mindenkit. Botond közel 200 különleges tárgyi emléket gyűjtött össze Visken. A szívéhez ez a dokumentum különösen kötődik. Ez az emléklap, amit Szenek Zita néni nagybátyja kapott az Erdély bevonulásra, és rajta van, hogy a magyar király 24-es határvadász zászlóaj vonult be 20 kiindulási ponttal Észak-Erdélybe és Székelyföldre, és hogyha megnézzük legalul, Székelyföld utolsó állomásaként ott szerepel Árkos is, az én szülőfalum, és ez is bizonyítja a múltat, hogy összekötött bennünket. A szájhagyomány szerint a viski magyarok Székelyföldről vándoroltak a jelenlegi Kárpátalja területére. Büszkék magyarságukra és mindenáron megőrzik azt. Botond szerint küzdelmükben, a mai nehéz ukrajnai helyzetben nincsenek egyedül. Ezt fontos éreztetni velük, nem csak a nemzeti összetartozás napján. Az, hogy elhintsük azt a magot a kárpátaljai fogyó magyarság körében, hogy magyarnak lenni jó, úgy gondolom, hogy a munkát is vállalnunk kell, hogy lássák, hogy nincsenek egyedül, nincsenek magukra hagyva. És a munkában is itt állunk mellettük, és bármilyen munka legyen, számíthatnak a székelyföldi magyarokra, számíthatnak a magyarországi magyarokra. A háromszéki származású Botond ösztöndíja épp a Nemzeti Összetartozás napja előtt ért véget. Mint mondja, rengeteg gyűjteni való van még itt, szívesen visszajönne Viskre, mert Kárpátalján otthon van, sajátjának érzi ezt a vidéket, az itt élő magyarokat.